Most már kezdtem megszokni ez a második nap, úgyhogy nagyon jó volt a délelőtti kis csapatépítő tréning, aztán az edzés is kicsit fölpörgettük a dolgokat, úgyhogy nagyon várom a csütörtöket. Jó, abszolút azt hiszem a morál, a munka, az energia, abszolút rendben van, és úgy érzem, hogy mindenki nagyon várja a mérkőzést szerintem. Abszolút szerintem ezt mindenki, aki kívül látja, az ugyanezt tudja megállapítani, mindenki nagyon hajt, élvezi a játékot, és tulajdonképpen ez is kell. De igazából akkora gondot nem érdekel lett volna, nagyon barátságosak a srácok, nagyon hamar befogadtak, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Már dicsérő szavakat is kaptam az edzés folyamán, úgyhogy nagyon pozitívan látom a helyzetet. Heti kétszer kijártam ide Telkibe, csináltam az edzéseket Andrus Józsival, néha a Megyeri Balázsal, és úgyhogy edzésbe tartottam magamat, volt pihenő is. Nyilvánvalóan nem ugyanaz, mintha heti mondjuk négyszer edzettem volna, de arra elég volt, hogy tulajdonképpen rendőrbe tartsam magamat. Egy jó meccsre számítok, természetesen magyar győzelemmel, úgyhogy csináljuk a dolgunkat tényleg, aztán szeretnék kiszolgálni a közönséget is. Remélem, hogy a mi akaratunk fog érvényesülni, van egy elképzelésünk arról, hogy kéne játszani. Remélem, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és egy jó meccset tudunk velük játszani, és győzelmet fogunk hozni a hazai közönség előtt. Tess főre! Nagyon tetszett. Sajnos, hogyha egy kicsit jobban koncentrálok az egyik lyuknál, akkor akármi oda az első, második helyre is odaérettem volna, de hát sajnos nem sikerült, de hát majd legközelebb. Középmezőben vártam magamat, és ott is teljesítettem, úgyhogy tulajdonképpen elégedett vagyok. Elégedett lehetek. A finissel még lehet egy kicsit javítani majd.